Így néz majd ki a Szekszárdi Ipari Park új csarnoka, ha megépül. Mintegy 2400 négyzetméter iparilag hasznosítható területet alakítanak ki Szekszárd határában több mint 2 milliárd forintból. Erre többek között az atomerőmű bővítés miatt lesz szükség, mivel ott lassan kifogynak az erre használható területekből, így a vállalkozások Szekszárdra érkezhetnek, ha lesz hova. Összesen 7 milliárdnyi fejlesztés indulhat el hamarosan. Ugye múlt héten számoltunk 5 milliárdnyi útépítésről, körforgalmakról, infrastruktúráról. Most éppen ehhez még 2 milliárd forint az iparban hozzáadódik, új csarnok építése, régi csarnok felújítása, illetve különböző közművek áthelyezése, infrastruktúra fejlesztés, például közvilágítás, járdaépítés, ilyesmik. Ács Rezső kiemelte, itt egy légimentőbázis is helyet kap majd, így a közműveket is úgy alakítják ki, hogy ne veszélyeztesse a helikopterek le- és felszállását. Hozzátette, a városvezetés a járványhelyzet ideje alatt nem csak a védekezéssel foglalkozott, hanem a fejlesztéseken is dolgozott. Így például a Baka István általános iskola 700 millió forintos korszerűsítése is hamarosan kezdetét veszi. Lassan kiválasztják a kivitelezőt, jelentette be a polgármester. A következő lépés a DNS Valéria általános iskola felújítása lesz. Ezentúl a tudásközpont, sportcsarnok és a szálloda felépítéséről sem mondtak le. Utóbbi helyszínén a Szekszárdi Főiskola E épületében azonban az ilyen Szekszárd frakció egészen más szeretne megvalósítani. Készült egy tanulmány, amely egy 80 szobás négycsillagos szállodára tett javaslatot, ez pedig a turisztikai ügynökség fogadta el. Tehát most ebben a stádiumban vagyunk. Ehhez képest az egyfős többség úgy gondolja, hogy az E-épület azt idősek szállásává kéne átalakítani, úgyhogy itt valóban van egy koncepcionális különbség. Egyet tudni kell, hogy a Modern Városok Program két oldalú szerződés bármelyik pontján szeretnénk módosítani, ahhoz mind a két félnek az egyöntetű hozzájárulása kell. Ács Rezső kiemelte, a Modern Városok Program a város jövője szempontjából fontos fejlesztéseket tartalmazza, és szerinte az ilyen Szekszárd frakció koncepciója nem tartozik ezek közé. Ács Rezső kiemelte, reméli, hogy meg tudnak majd erről később egyezni, és nem veszik el az erre kapott források koncepció különbség miatt. A városvezető beszélt a strand felújításáról is. Elmondta, a karbantartási munkák ütemterv szerint haladnak. A egyfős többségben lévő frakció azt mondta, hogy 120 millió forintból kell megcsinálni a fürdőt ahhoz, hogy lehessen idén strandolni. Hát ehhez képest 5,5 millió forintból csinálják meg a felújítást. Június 20-án várhatóan megszűnik a veszélyhelyzet, és a tervek szerint a közgyűlés még ebben a hónapban összeül, ahol dönthetnek olyan ügyekről is, mint a szekszárdi szüreti napok megszervezése.